a kis büszkeségeim, ez a három itthoni verseny diplomája. Itt ez azért érdekes ez a diploma, mert itt érkeztem 10-szer célba Nagyatádon. Itt egy abszolút 40. hely és egy kategória, tehát férfi felnőtt kategória 20. helyezés sikerült elérnem. Ez 2004-ben volt ez a verseny, és egy 11 óra 7 perces eredménnyel érkeztem célba. Ez közvetlenül 4 hétre rá volt a Lenzani tripla Iron verseny előtt, vagy után, bocsánat, és ez a verseny indított el engem az ultra triatlon pályafutásomon. Ez volt 2004-ben, július 25-én kint Lenzánban. Itt egy abszolút 14. helyezés sikerült elérnem 50 óra 5 perces eredménnyel, és akkor 2005-ben indultam egy világkupa futamon, Neulenbachban. Itt sikerült egy abszolút 5. helyezést elérni a 25 óra 12 perces időeredménnyel. Ez egy dupla Ironman volt. És akkor a litvániai világbajnokság diplomája, itt egy abszolút 10. helyezést sikerült elérnem a dupla Ironman világbajnokságon. És az idei eredmények a Neulenbachi dupla Ironman világkupa futamról az abszolút 7. helyezés. Sajnos a rossz időjárási körülményeknek betudhatóan egy kicsivel rosszabb időt mentem, mint tavaly, de itt már inkább a taktikázás is helyet kapott, itt nem volt szabad széthajtsam magam, tehát nem volt értelme az, hogy kifussam magam, ugyanis erre a versenyre rá 3 hétre volt a Triple Ironman világbajnokság, ahol teljesen ellentéte volt az időjárás, mint Neulenbachban, tehát ott esőbe, fázva kellett véghez vinni azt a hőstetet, itt pedig nagyon nagy hőségben, tehát 2 nap forróságban. A vasember szó az önmagában a triatlonnak az egyik műfaját illeti, az egyik hosszú műfaja ez. A triatlonnak egy klasszikus távja 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és egy maratoni futásból áll. Na most a vasember azt még tovább fejlesztették, úgymond megszállott emberek, és ez lett az Ultra Ironman, és ezt a műfajt űzöm én. Ez az alap Ironmannek a távjait megduplázzák, megtriplázzák, ötszörözik vagy tízszerezik. Adott esetben még 20-szoros távot is teljesítenek egyes őrült emberek a világon. A klasszikus vasember távot azt mondom, hogy bárki tudja teljesíteni. Ennek jó példája az, hogy Magyarországon minden évben Nagyatádon rendezik az Ironman versenyt, országos bajnokság, nyílt nemzetközi verseny is. Ezeken a versenyeken, vagy ezen a versenyen én 10-szer értem célba, 10-szeres Ironman vagyok itt Magyarországon, és gyakorlatilag itt ezen a versenyen ismerkedtem össze egy budapesti fiatalemberrel, Hámori János barátommal, aki megfertőzött ezzel az ultra triatlonnal, és hát olyan szintű volt ez az azonnal beleszeretek szindróma, hogy gyakorlatilag 2-3 hónapig utána nem hagytam békén, és szinte minden nap telefonáltam ő rá, hogy magyarázza el, hogy hogy van, mint van. Ő 2 évvel előbb kezdte ezt az ultra triatlon sportágat, mint én, és úgy, hogy egy kicsit tágabb lett a kép nekem erről, hogy mi is ez az ultra Ironman, így mertem belevágni, tehát egy előzetes tájékozódás után mertem belevágni ezekbe az irdatlan távokba, és rögtön az elején, 2004. augusztusában egy tripla Ironman-t teljesítettem kint Németországban, Lenzánban. Ott 28 versenyző indult akkor ezen a versenyen, és egy abszolút 14. helyezést sikerült elérnem első nekifutásra, és hát ez borzasztó nagy önbizalmat adott nekem, plusz a versenyrendezők a versenyen résztvevő versenyzők biztatására is. 2005-ben folytattam ezt az ultratriatlont. Itt a lenzáni versenyen a távok
Hát igen, csak emberpróbálóak voltak egyenként is, nem hogy a három összesen, de elmondom ezt is, tehát 11,4 km úszás volt, ez egy 50-es medencében volt az úszás, utána a kerékpár 540 km kerékpár volt, és három maratoni futás zárószámként, és ezt rögtön első versenyként 50 óra 5 percre teljesítettem, ebbe benne foglaltatott másfél óra alvás mindösszesen, és így non-stop végig csináltam ezt az első ultra versenyemet. És ezen a sikeren felbuzdulva 2005-ben indultam már egy nyílt világkupa futamon Neulenbachba, egy dupla Ironmanen, ott 7,6 km volt az úszás, 360 km a kerékpározás és kettő maratoni futás volt, tehát 84,4 km. Itt egy abszolút ötödik helyezést sikerült elérnem, és egy korcsoportos harmadik helyezést, és ezzel az időeredménnyel, ezzel a 25 óra 12 perces időeredményemmel gyakorlatilag kvalifikáltam magam rögtön a világbajnokságra, amit Litvániában rendeztek tavaly augusztusban, és bizony hosszas tanakodás után a kis csapatommal nekivágtunk Litvániának, leadtuk a nevezést, azt azonnal elfogadták és vártak minket ki, és gyakorlatilag egyedül képviselve Magyarország színeit, véghez vittem ott a nagy hőstettet, és Litvániában a dupla távú Ironman világbajnokságon egy abszolút tizedik helyezést sikerült elérnem. Az apropója ennek a litvániai világbajnokságnak az az volt, hogy ezt már 10 éve rendezték ott Litvániában ezt a világbajnokságot, és gyakorlatilag még egy versenyzőnek sem adtak ott külön díjat a versenyrendezők, és én ezt kiérdemeltem egy közönség szimpátia és egy fair play díjjal, egybekötve. Ez egy csodálatos élmény volt, tehát itt önmagában már az én szívem is úgy megnyílt így a közönség felé, hogy valahogy megnyertem őket a szórakoztatásukkal, vagy nem is tudom, hogy tehát állandóan mindenféle produkciót mutattam be a közönségnek verseny közben, és gyakorlatilag így egy olyan szimpátiát nyertem elő náluk, hogy több ezres tömeg bíztatott a célba érkezés pillanataiban, és ez csodálatos volt, és itt történt még egy olyan furcsa és csodálatos eset, hogy önmagát a világrekordernek is tudtam segíteni verseny közben. Hát ennek a rövid sztória a következő. Éjjel 2 órakor, tehát verseny közben, éjjel 2 órakor a kerékpárról leszállva egy főttésztát és egy forró teát megkívántam, és a kis pavilonunkban leülve az asztal mellé eszegettem a tésztát, ittam a teát, és jött a Catalano Vincenzo, a világrekorder, ő 2004-ben 34 Ironman teljesített a világon, és ő ezzel érdemelte ki a világrekorderi címet, ezt még élő ember nem teljesítette ez idáig. Mondjuk ezen nem csodálkozom. Egy évben, igen, és hát észrevettem azt, hogy a Catalano leszáll a bringáról, két pavilonnal arrébb volt az ő pavilonja, és egyfolytában azt mondta, hogy ő nem folytatja a versenyt, feladja a versenyt. Na most, hát én olyan szinten szimpatizáltam a Catalanoval, meg hát gyakorlatilag az összes versenyzővel, hogy én úgy döntöttem, hogy most segíteni kell a Catalanónak, és én hagytam az én versenyidőmet, és hívtam a segítőimet is, akik szintén jöttek velem, átmasszíroztuk a Catalanót, a vállát, a nyakát, tehát hogy legyen egy kis vérkeringés, és egy kis energiaitallal feltöltöttük, és visszaültettük a bringára, hogy ne adja fel a versenyt, és gyakorlatilag a verseny szabályait betartva 8 méter követési távolságból követtem a Catalanót, és hátulról egyfolytában bíztattam, tehát úgymond egy lelki dopingot is adtam neki a fizikai segítség mellett, és ezt látták a versenyrendezők, a versenybírók is, és gyakorlatilag a versenyszabályzat ezt nem tiltja, hogy versenyző a versenyzőnek nem segített. Csak külső segítséget nem szabad igénybe venni a saját segítőimen kívül. És hát... Ez egy olyan jó kis bajtási jó cselekedet. Ez azt hiszem, hogy a sportágban ezáltal talán az ember ki is vívhatja a sportársaknak az elismerését, nem? Hiszen azért valahol egy önfeláldozásról volt itt jelen esetben szó. Hát ez olyan mértékű önfeláldozás volt, hogy azóta is ahány versenyen indulok, mindenki emlegeti. Tehát aki ott volt Litvániában is tudja ezt, vagy hallotta,
azok emlegetik, és önmagában a Nemzetközi Ultra Triatlon Szövetség elnöke is ott várt a célba, és hát csak satszolni tudom, nagyon drága öltönyben volt az úriember, Mr. Pascal Pitch úr, és ő nem törődött azzal, hogy koszos, izzadt vagyok, átölelt szorosan, és hát angolul a tolmácsom fordítása alapján azokat a mondatokat soha életemben nem fogom elfelejteni, hogy ő nagyon sok versenyen járt, sok ilyen ultraversenyen járt, Szahara futástól kezdve a mindent, sok örültséget végiglátott már, és azt mondta, hogy ilyen produkciót még nem látott, és hogy ez a legdrágább produkció az egész világon. És gyakorlatilag így egy olyan dopingot kaptam én ettől a sportáktól, hogy most az idei évben teljes elszántsággal, minden szabadidőmet feláldozva, sőt, még azon túl is, még az éjszakáimat is feláldozva, ugyanis vannak speciális futóedzéseim, amik éjszakában nyúlóak, sőt éjszaka zajlanak, és így mindent erre az évre föltéve szeretnék olyan eredményt elérni, ami gyakorlatilag már most az elmúlt két verseny alapján is beigazolódott, hogy megéri. Az elmúlt két verseny alapján a mostani pontállás a világranglistán, 154 ponttal a harmadik helyen állok, és hát olyan nevű versenyzők vannak előttem és közvetlenül mögöttem, akik ebből a sportágból élnek, tehát hatalmas szponzori háttérrel bírnak. És hát ez annyira ösztönzőleg hat én rám, hogy most már olyan tervek vannak a fejemben, ami már egy kicsit őrültségként hangzik, de én tudom, hogy meg tudom csinálni, és ez a fontos. Tehát én csak megyek előre és hozom az eredményeket. Mik ezek a tervek, amik mondtad, hogy őrültségként hangozhatnak, esetleg egy kívülálló szemében? Hát ez a versenyszéria, amit már idáig is az idei évben teljesítettem, ez sem egy kis dolog, de ezt még tetézni szeretném olyan dolgokkal, hogy május végén volt egy dupla Ironman világkupa futam, rá három hétre teljesítettem a tripla Ironman világbajnokságot, és most július végén, tehát öt hétre rá teljesítek egy szintén tripla Ironman-t, ez egy Európa bajnokság lesz, és így a három versenyről elhozott pontszámok alapján a kis csapatommal, akik most éppen nincsenek itt, de nagyon fontos segítséget biztosítanak a számomra, ők, vagyis hát úgy, ahogy átbeszéltük a taktikai csatározást, így úgy döntöttünk, hogy amennyi pontot el tudunk hozni erről a három versenyről, így megnézzük, hogy július végén, augusztus elején hogy állunk a világranglistán, és nem titkolt szándékom, hogy novemberben szeretnék egy olyan nagy világversenyen indulni, amit idén rendeznek először. Tehát eddig még ilyen versenyt nem rendeztek, ez Mexikóban fog megrendezésre kerülni. Ez egy 10 nap 10 Ironman-es verseny lesz, és a 10 nap eredményeit összeadva a 11. nap lesz eredményhirdetés. Ez azt jelenti, hogy minden nap reggel 9-kor rajt, és minden nap egy Ironman-t kell teljesíteni Monterreybe, Mexikóba. Tehát én ezt feltett szándékom, hogy szeretnék oda kijutni, és első magyar emberként véghez vinni ezt a úgymond hőstettet. De addig még nagyon sok szervezésbeli és edzésbeli dolgok vannak még vissza, tehát nagyon-nagyon kemény lesz még az út odáig, de ha egyszer kijutok oda, akkor szeretném nagyon megmutatni, hogy mire is vagyok képes, és hogy a magyar nemzetnek is a hírét vigyem. Tehát az elmúlt héten töltöttük le ezt az IUTA sportlapjáról, a Nemzetközi Ultra Triatlon Szövetség honlapjáról. Ez most a pillanatnyi pontállás az elmúlt két verseny után, és előttem Pascal Joly és Louis Wildpanner szerepel a két verseny után, és a harmadik helyen szerepelek 154 ponttal, közvetlenül mögöttem Emmanu Conroe 150 ponttal, Adrian Brennwald svájci versenyző, a Richard Hargassner, Felix Bergmeister. Tehát ők mind olyan nagy nevű versenyzők, akik úgymond ebből a sportágból élnek. Ez azt jelenti, hogy most a világon a harmadik legjobb helyen állsz. Így van, igen. Igen, és hát ez a taktikánk, hogy az elkövetkező versenyről is a legtöbb pontot, lehetséges legtöbb pontot elhozni, és
biztos 10-ben maradni az év végére. Említett litvániai cselekedet számomra azt bizonyítja, hogy te nem is igazán a győzelemért hajtasz, küzdesz, hanem maga a sport az, ami a te életedet jelenti. Hát ez most már nagyon meghatározza az életemet olyan mértékben, hogy itt Bonyhádon és régiónkban, kis térségünkben szinte már nem tudok az autóból úgy kiszállni, hogy ne ismernének meg, ez hála Istennek, tehát én ettől a sporttól sokkal többet kaptam és kapok egyfolytában, mint amire számítottam. És igazából az visz előre, és az lelkesít, hogy itt Bonyhádon is és környékén is az emberek megismernek, megállítanak, kérdeznek, folyamatosan érdeklődnek a versenyekről, mikor lesz a következő, mi volt az elmúlt versenyeden, hogy volt, mint volt. Sőt, olyan dolgok is vannak most már ugye minden nagy képviség nélkül, hogy 16 év sportmúlt után azért vannak már elég mélységes tapasztalatok, mint táplálkozás terén, edzés elméletben is. És kikérik a véleményemet, és ez egy csodálatos dolog, amikor így megoszthatom a tapasztalatomat olyanokkal is. Most legutóbb két diáknak segítek a futóedzéseiben, egy kereskedelmi szakközépiskolás kislánynak és egy gimnáziumos kislánynak. Nem irányítom az edzéseiket, csak a tapasztalataimat osztom meg velük. Nincsen szakvizsgám erről a dologról, csak a tapasztalataimat osztom meg, és gyakorlatilag a tapasztalatok kezdenek önállók is bejönni. És ez egy csodálatos érzés, hogy így át tudom adni ezeket a dolgokat olyanoknak, akik úgymond a sportpályafutásuk kezdetén állnak, és ez is előrébb visz, és ez is ad egy lelkesedést. 16 éves sportolsz, mi volt az első mozzanat, ami téged erre az útra vezetett? Hát... ez emlékszel egy... még rá? Önmagában a triatlont azt Faddomboriba szerettem meg. Még 1992-ben. De előtte sportos gyerek voltál? Te szeret izgőmozgó fiatal ember? Mindig. Általános iskolában én atlétizáltam, és ahogy szakközépiskolába felkerültem Budapestre, ott a küzdősportok jöttek be a képbe. Hát és igazából abba belefáradtam, hogy állandóan kapok, adok. Tehát nem voltak azok jó emlékek, amikor kemény edzések után vérző orral vissza a kollégiumba, és hát... kaptam attól a sportáktól egy olyan alapot a küzdősporttól, hogy a kitartást megkaptam így alapokban. És gyakorlatilag utána kezdtem el így először csak hobbi szinten a triatlont. 92-ben alakult itt Bonyhádon a Triatlon Egyesület, ott alapító tag voltam. És önmagában így a triatlontól kaptam egy olyan belső indítást, egy olyan nem is tudom, hogy mondjam, tehát egy sportkapcsolatokat, egy olyan, hogy na még akkor a következő versenyre elmegyek, azt megcsinálom, és akkor egyre följebb tettem minden évben a mércét, olyannyira, hogy 94-ben már az első Simple Ironman teljesítettem, tehát úgymond a triatlon pályafutásomra kezdetétől két évre rá már teljesítettem az első Ironman-t, és minden évben feljebb tettem a mércét, besűrűsödött a versenynaptáram, és 2000-től indult meg én nálam egy olyan valami, ami elindított ezen a hosszú-hosszú pályán, hogy ezt a hosszú versenyeket elkezdjem és célba érkezzek, hogy tudtam azt, hogy képes vagyok ezekre a dolgokra, és hogy ad is ez a sport nekem valamit, amit igazából máshol nem kap meg az ember. Ezek a sportkapcsolatok, a hatalmas élmények, a sikerek, és hát ez vitt egyre előrébb, és hát most itt tartok. Mi az az a motiváció, az indítatás, hogy az ember ilyen hihetetlen távokat teljesítsen, ugye úszon, kerékpározzon, biciklizzen, fusson, ilyen hihetetlen távokat egyszerre, ami embert próbáló, szinte ember feletti képességeket, legalábbis kitartást követel az egyéntől, a sportolótól? Hát én mindig azt mondom, hogy a teljesítmény határokat ki lehet tolni. Tehát emberek képesek olyan sport teljesítményekre, akár fizikai teljesítményekre is, amit nem is feltételez egy hétköznapi ember.
És ezt csak így lehet elérni, hogy hatalmas elszántsággal, és biztos családi háttérrel, és egy olyan támogatottság is kell ez mögött álljon, mind szponzorációs támogatottság, mind a lakosság, tehát egy érdeklődés középpontjába kell legyen az ember, hogy tudjam azt, hogy érezzem azt, hogy van értelme annak, amit csinálok, mindamellett ahányszor ilyen versenyeken indulok, ilyen ultratávú versenyeken, most már legutóbb olyan érzéseim támadnak, hogy amikor úszom, és most legutóbb 11,5 km tóban kellett úszni, hogy minden egyes kör megtétele után az úszásban valakiért csatába indulok. Tehát ismerős arcok ugranak be, és ez valahogy egy olyan erőt ad nekem, hogy na most ő érte harcolok, most beugrik egy másik arc, és akkor most ő érte harcolok. Vagy amikor éjjel 2-kor már a futópályán kint, ez már a második éjszaka volt, amikor a két segítőmmel, Timer Somával és Baranyai Andrissal kint voltunk a futópályán, két oldalról támogattak, nem volt szabad elmennem aludni, a helyezésem kockáztattam volna, és gyakorlatilag a 2,5 kilométert végig tántorogtam egy órán keresztül, és akkor estem át egy olyan holdponton, ami nagyon-nagyon kemény volt, de azon át kellett esni, nem volt szabad elmenni aludni, mert akkor egy nagyon mély alvás fázisba zuhanok, ahonnan nehéz lett volna visszajönni és újra kezdeni a versenyt. Ez már a második éjszaka volt a verseny, második éjszakáján, és amikor átestem már ezen a holdponton, akkor tudtam újba elkezdeni a futást, de mindig úgy józanul tudom kontrollálni magam, hogy mi az a határ, amíg el szabad menni, és mi az, ami nem. Még érdekességként hangzik, de még ebbe a bódult állapotba is tudtam kontrollálni ugye a cselekedeteimet és a gondolataimat ezt az is. Ember kontrollálni, hiszen akkor már szinte a teljesítőképesség határát Igen. feszegeti az ember, amikor már egy kicsit talán már kótyagos is a feje, talán már nem is tud koncentrálni, szinte nem is tudja az ember, hogy hol van, amikor nagyon-nagyon fáradt. Szóval ebben a szituációban hogyan lehet kontroll alatt tartani a saját testét, a saját szervezetét? Erre is valahogy edzeni kell, rá kell készülni. Így van, nyilván, mint ahogy az előbb említettem, vannak a speciális éjszakai futóedzéseim. Ez abból áll, hogy éjjel egyig ébren maradok, és elmegyek futni. Éjjel 3-ig, vagy 3-4-ig elmegyek futni, és itt fönt a városban körözök a lakótelepen, és hát ott gyakorlatilag sokszor, tehát programozni kell a szervezetet erre a fáradtságra, erre a monotonitásra, és ezeken a holdpontokon kell tudni átesni, és gyakorlatilag így tudom azokat a tapasztalatokat megszerezni, plusz a 24 órás futóversenyeken, hogy csak ez a holdpont, ez egy múló állapot, és ez el fog múlni, és utána újra tudok indulni. Én mindig azt vallottam, hogy amit egyszer elhatároz az ember, az mellett tartson ki. Vannak külső behatások, amik esetleg miatt megváltozhatnak az ember elhatározásai, gondolatai, de az alap gondolat mellett én mindig kitartottam, és gyakorlatilag ennek köszönhető már azt, hogy erre a szintre elértem, ahol vagyok most így a sport révén. És hát remélem, hogy a civil életben is úgy mindenféle értelemben úgy helyt fogok állni, és hát gyakorlatilag a családi vállalkozásnak köszönhetően ez működik is, és hát ezen vagyok nap mint nap, hogy még ez sokáig működjön.